legényük helyett emelem szavamat, ezért hagyjátok el kicsit nótátokat. Ne zengjen most, mert nagyobb a szívem érzése, mint a trombita zengése. Jó legénytársaim, ifjú barátaim, kik között töltöttem mindeddig napjaim. Látjátok, könypörög mind a két szememből, sajnálok titeket szívemből, lelkemből. De a mennyei atyának reáncált áldása, betelesedett a szívem kívánsága. Édes mennyasszonyom, kedvesítes párom, most legfőbb örömöm, legfőbb boldogságom. De azért titeket sem foglak elfelejteni, mint jó barátaimat a síromig szeretni. Vivár! A 85 éves érsek családi néptánc együttest köszöntjük ma ezen a napon, de kevesen tudják, hogy ez az alkalom és ez a 85 év, ez a Magyar Néptánc Mozgalom születésnapja. Az 1930-as évek elején alakultak Magyarországon az első együttesek, akkor alakult a Gyöngyös-Bokréta Szövetség. Ugyanis az első világháborút követő években épült ki az egész európai idegenforgalom, és a belügyminisztérium és a kulturális tárca együttműködésével egy Paulinyi Béla nevű újságíró szervezésében alakult meg a Bokréta Szövetség. Ez tulajdonképpen nem volt más, mint a falusi együttesek Budapesten mutatták be minden év augusztus 20-án hagyományaikat, dalaikat, táncaikat. Most, ahogy az érsek családiak évfordulójára készültem, néztem utána, hogy az érsek családiak 1934-ben mutatkoztak be Budapesten. Mi néptáncosok nagyon sokat köszönhetünk ennek a mozgalomnak, hiszen akkor készültek az első filmfelvételek is a hagyományokról, rengeteg fotóanyag készült, és ekkor indultak meg a szervezetgyűjtések is, mert igaz, hogy a belügyminisztériumhoz tartozott a turizmus, és az ő közreműködésekkel szerveződtek ezek a bemutatók, de rövidesen kiderült, hogy valamiféle szakmai kontroll kell ezeknek a csoportoknak, és a minisztérium a kulturális tárcát jelölte ki, hogy hitelesítse úgymond a Budapestre fölkerülő alkotásokat, hogy ne változtassanak az eredeti hagyományokon, ne költsenek új hagyományokat, hanem a legtisztább magyar népművészet kerüljön föl a bemutatókra. Később olyan módon terjedt el ez a mozgalom, amelyik 14 éven át tartott a folyamatosságát, egészen a II. Világháborúig működött. És olyan módon terjedt, hogy több mint 130 település is csatlakozott a Bokréta Szövetséghez, és már nem csak budapesti bemutatókat tartottak, hanem a budapesti bemutatók megelőzően ott helyben, vidéken is egy vagy két falu összefogva mutatta be a helyi hagyományát. Vagy 44-ben rendezték utoljára az utolsó budapesti Bokréta bemutatót, és a háborús éveket követően természetesen nem ez volt az első, hogy a népi együttesi mozgalmat újra szervezzék, de nem halt meg akkor sem ez az ügy és ez a dolog, hiszen azokon a településeken, ahol az együtteset hosszú éveken, már másfél évtizede működtek együtt, hogy nyilván kialakult egy olyan kapcsolatrendszer, egy olyan faluval való kapcsolat, hogy az együttes vált a falu főszervező erejévé. Thank you.
1980 óta járok a Sárközbe. Tolna megyei lévén egyébként nagyszülőim Tolna megyeiek voltak, de a Sárközben magában 1980-ban jöttem először, mégpedig Páfi Csaba kérésére, Szeremlére. Jó sok időt eltöltöttem Szeremlén, az ottani együttesi tagokkal, táncosokkal, barátokkal, míg aztán a Népművelési Intézet egy hasonló programot, mint tulajdonképpen most a Csóri program, létre nem hozott, ahol az volt az egésznek projektnek a lényege, hogy fiatal vagy kevésbé fiatal táncosok, táncpedagógusok járjanak vissza azokhoz a hagyományőrző együttesekhez, akik még a közelmúltban, az akkori idő közelmúltjában még ismerték a táncaikat, de valahogy szétesett, szétforgácsolódott az együttesek mindennapjaiban ez a fajta tudás. És így került sor arra, hogy Héra Éva arra kért, aki a Népművelési Intézetnek a vezetője volt akkor, hogy jöjjek le érsek Csanádra. És lejöttem Csanádra, és itt egy fantasztikus társaságot találtam, egészen 80 év fölöttiektől a gyermekekig, többek között Zoliék, Zoli és Era is akkor még kicsi óvodás gyermekek voltak, és sikerült olyan közös nevezőre találni velük, ami végül is aztán ahhoz vezetett, hogy a későbbiek folyamán volt mire építeni Zolinak és Erikának, amikor elvégezték a táncművészeti főiskolát, valójában egy olyasfajta tudásanyagot tudtak már összekovácsolni, és olyan munkát tudtak végezni, amiből újra összeállt a falunak a táncos hagyománya, táncos szokása, és ezt tovább is tudták építeni. Ugye ez fantasztikus dolog az ő részükről, és nagyon örülök, hogy ebben a munkában annak idején részt vehettem. Személyesen pedig a lakodalom. Hát a lakodalom mindig egy fantasztikus dolog abból az értelemben, hogy az emberek mulatnak, jól érzik magukat, egészen másképp beszélgetnek egymással, mindenki mindenkinek ismerőse, mindegy az, hogy találkozott-e korábban vagy sem. Rögtön jönnek a jó beszélgetések, a jó viccek, a jó beszólások, és a lakodalomban mindennek helye van. A magyar, de egyébként mondhatom bárnyugodtan azt, hogy a Kárpát-medencei népeknek a lakodalmi szokásai egyébként is mindig arról szólnak, hogy az élet egyik legvidámabb pillanatáról van szó. Persze a templomi szertartások meg a komoly dolgok után maga a lakodalom, ahol összejönnek az emberek és egymással vigadoznak, mulatoznak, táncolnak, énekelnek, anekdotáznak, hát ez mindig is egy felemelő érzés volt. Sok lakodalomban voltam már, sok falusi lakodalomban, és nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy öröm számomra, hogy érsek Csanádra is eljöttem újra, hiszen Szeremlére rendszeresen járok lakodalomba, ladikázásra, az itt van egyébként nem messze 15 kilométerre Szeremle, de Csanádon még nem voltam sose ilyen helyen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy eljöttem ide. Elhangzott búcsúszavam, elhúltak könnyeim, Isten veletek, drágójú szüleim! Indulnom kell, itt a válás órája, férjemmel kell mennem Isten parancsára. Most pedig kísérjetek el bennünket az Isten házába, kérjétek őt imádkozva, hogy bőáldását hozza szent házasságomra. Vivár! Az együttesünket Érsek Csanádon 1997-ben hoztuk létre Erikával, és abból az apropóból, hogy mi fiatal lévén fiatalokkal szerettünk volna dolgozni, és megfogalmaztuk azt, hogy elmegyünk faluba és felkutatjuk azokat a fiatal gyerekeket, akik nem kerültek eddig kapcsolatba ezzel a kultúrával, és elmentünk házakhoz, és összeszedtük a gyerekeket. És így alakult ki egy közel 40 fős létszámú csoport, amivel indult úgymond a mi Érsek Csanádi karrierünk, pályafutásunk. Ideje van a kutyának este ugatni, ideje van, édes lányom, férhez kell menni, férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága, jó anyám, öreg vagyok, nem kellett a kutyának sem már. Thank you.
Isten házából immár megjöttünk, szent parancsainknak immár eleget tettünk. Mi tanúi voltunk ezen hitveseknek, hogy eleget tettek-e hitüknek. Esküvel fogadták, hogy az utolsó óráig el nem hagyják egymást a koporsó zártáit. Vivar! 2001-ben alakítottuk a Bazsarózsa Néptánc Együttes, ami alsó tagozatos, első-másodikos gyerekekből állt, és ezek a gyerekek még ma is nagy részük az együttesünkben táncol, most már felnőttek, de továbbra is itt vannak velünk, őrzik ezt a néptáncot, hagyományt, kultúrát, és így az elmúlt 21 évben nagyon sok generációval dolgozhattunk, nagyon sok generáció volt a kezünk alatt. Jelenleg ugye két csoportban folyik az oktatás, az utánpótlás csoportban, valamint a felnőtt együttesben, és vannak olyan felnőttek, akik ugye a nagy együttesben táncolnak, és az utánpótlás csoportban vannak ott a gyermekeik. Belegondolunk abba, hogy az általunk 2001-ben megalakított úgymond Bazsarózsa együttesnek az elődei. Ugye 33-ban Csuka Zsigmond rektor úr által megalapított együttes. Az akkori 60-70 évesek 1800-as évek végén születhettek. Ők még a táncainknak, érsekcsaládi táncoknak, daloknak a nagy részét tiszta forrásból tudták hallani, mert akkor még éltek az ő nagyszüleik, akiktől hallották a meséket, dalokat, énekeket. És ugye 33-ban már 60 évesen alapító tagjai lettek az együttesnek, és egy fantasztikus dolog, hogyha belegondolunk abba, hogyha ezt a folyamatot végigvezetjük, hogy 1870-től, 80-tól egészen 2018-ig a mostani 6-10 éves gyerekek is őrzik az érsekcsaládi táncokat, dalokat, akkor egy úgy hidat képeztünk, egy nagy hidat képeztünk egy teljes történelmi időszak felett. Mi magyarok különösen sokat köszönhetünk kutatóinknak, és ez az, ami megmentette a magyar néptánc mozgalmat a sematizmustól, és attól a egész Kelet-Európában elterjedt molszejevista, szocialista néptánc stílustól, hogy nekünk voltak kutatóink. Volt egy Bartók Bélánk, volt egy Kodály Zoltánunk, volt egy Vikár Bélánk, volt egy Molnár Istvánunk, a magyar népzenekutatást, majd a később meginduló néptánc kutatást nagyon módszeresen, tudományos alapossággal gyűjtötte össze a táncainkat, dolgozta fel és tette közkincsé. Éves az érsekcsanádi néptánc, és ennek valamilyen ünnepélyes keretet szerettünk volna, és így találtuk ki Zolival, hogy egy érsekcsanádi lakodalmast fogunk itt a faluban eltáncolni, bemutatni, amelyre meghívtuk túlsóféli rokonainkat, az őcsényieket, a sárpülisieket, az alsónyékieket, a decsieket, a bodiszlóiakat, innen a mi oldalunkról a szeremleieket, valamint régi kapcsolatra gondolván hívtuk ide a Bagi együttest is. Ez az ötlet rengeteg munkával járt. Most az utóbbi napokban szinte minden hetekben, minden nap táncosainkkal közösen próbáltunk, készítettük elő ezt a lakodalmat. Az idő is mellénk állt, és úgy gondoljuk, hogy egy nagyon szép napnak vagyunk már egy részén túl,
Már még ugye a vacsora és a lakodalmi mulatság hátra van. Martin György Pesodár Ernő a legnagyobb és a világ által is legjegyzettebb és elismertebb kutatóink. Életük utolsó szakaszáig is tanították a néptáncokat. Lejártak falura, például egy ilyen együttes, mint Érsek Csanád, de sorolhatnám a Sárköz összes együttesét, és nem csak a hagyományőrzőket, hanem a ifjúsági együtteseket is. Végig kapcsolatban voltak ezekkel az emberekkel, akik egyrészt korrugáltak, másrészt forrásanyagot és szakmai segítséget nyújtottak számukra. És azt hiszem, hogy ez az oka annak, hogy ma itt Érsek Csanádon a 85. születésnapot ünnepeljük, hiszen a egy-két háborús ég kivételével ezek az együttesek folyamatosan működtek. Én most azt próbáltam elmondani, hogy mit jelentett ez a mozgalom az egész néptánc mozgalom szempontjából. De ha belegondolunk, hogy ez a 85 év mit jelent a magyar társadalom, a magyar falu, a magyar közösségek szempontjából, hogy évtizedek óta is van egy szétverhetetlen, közös érdeklődés által összejött közössége, aki ismeri a települését, ismeri a kultúráját, és tudja azt, hogy hova tartozik. És ez egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy mással nem pótolható. És csak hálásak tudunk lenni azoknak az embereknek, akik még ma is, mint itt a színpadon, 85 éves évfordulón is, de még 80 évesen is a színpadon vannak, és velük van a 3 éves unoka.